vadászkürt hangja ezúttal nem a vadászat kezdetét jelezte Sátoraljai Újhelyen, hanem a 14. Nemzetközi Vad és Halételfűző Verseny és Térségi Vadásznapét. A gasztronómiai eseményt idén újra kétnaposra szervezte a Kossuth Lajos Művelődési Központ. A főzőverseny előestéjén Sátoraljai Újhely sétáló utcáján felvonulással indult útjára a rendezvény, majd színpadi produkciókat láthatott a közönség. Szombaton vadász és baráti társaságok, civil szervezetek és munkahelyi közösségek álltak a kondér mellé a Széphalmi Kossuth kertben, hogy elkészítsék nevezni kívánt ételeiket. A Tarbucka Vadásztársaság Felvidékről érkezett a versenyre, de már nem első ízben, visszatérő vendégei a főzőversenynek. A részvétel elsősorban azért, hogy a barátság, határon túli kapcsolatok, mert azok nagyon jók, lehetne nyugodtan mondhatom, és azt hiszem, hogy ezzel a kettővel talán mindent el is mondtam. Ide, ha eljövünk, azokkal a barátokkal találkozunk, akik magyarországiak, de azokkal is, akik hazaiak, tehát Szlovákiából, és ebbe a rohanó világba találunk annyi időt, annyi lehetőséget, hogy itt aztán az ember kibeszélgetheti magát. Minden vadásztársaságnak megvan a sajátossága, mert a terület nagyságát nézve, elhelyezkedését nézve, a vadállományt nézve, a Tarbucka Vadásztársaságnak mi a sajátossága? Hát sajátosságnak mondhatnám, azt hiszem, hogy síkterület. Ez egyértelműen síkterület, Bodrog közben van, behatárolja a két folyó, Tisza, és a, tehát mivel Tarbucka a neve, tehát viszont azt hiszem talán a járásban legmagasabb, vagy második legmagasabb dombság, úgy ez határozza be, és természetesen a Karcsa határfolyó, ami Magyarországot és Szlovákiát összeköti. Tehát végül is a vízi vadászat valamilyen szinten, a síkterületi, magas, tehát így, amit szokják mondani, hogy nagy vad, ez nálunk nincsen, de nem is baj, mert elsősorban a barátság a legfontosabb, és az, hogy tudjunk beszélgetni, és jól érezni egymással magunkat. És ha már főzőversenyen vagyunk, beszéljünk egy kicsit az elkészült ételről is. Hát ez most nem a hagyományos kövesdi őzes, hanem inkább ilyen adományos kövesdi toros káposzta, valamikor Cigándon, így kamera előtt is első díjat nyertünk a nagymama féle toros káposztával, vagy disznós toros káposztával jelenleg, de tó ugyanaz toros káposzta, a vadisznó húsból, és köszönet a barátainknak, hogy sikerült valóban ezt így összehozni. A mai napra ugyanis az eredeti tervünk az egy kimondottan egy őzes kompozíció, ételkompozíció lett volna, ami nem jött össze, mert őzekkel nem igen tudtuk megbeszélni, mert nagy a takarás a természetben, mi pedig későn álltunk hozzá, hogy valamelyiknek el tudjuk kapni az imbersungját. Tehát jelenleg ez van, ezt tudjuk adni a nagy közönségnek, a barátoknak, meg a vendégeknek. Mennyire látják itt szívesen a vendégeket, illetve önök mennyire látogatják meg a többi vadásztársaságot itt a főzőverseny keretében? Gyakran, tehát nem mondom, hogy mindennaposak. Tulajdonképpen a társaságunk az első, aki úgymond a Bárándi úr, ahogy mondta, 13 éve van itt, mi is 13 éve reprezentáljuk a kövesdi, illetve a szlovák vadásztársaságok egyikét, tehát a Tőketerebesi Járási Vadászszövetség. Azután éve már, mint meghívott vendég szerepelt itt a vadésztel főzőversenyen, mi pedig a második tól minden éven részt veszünk ezen a vadétel felző versenyen, lövészettel egybekötöttek voltak, ugye tudjátok, fent a Nagyhegyen. Általában ott a lövészeten igen jó eredményeket értek el. Még annyitán hozzá tudnák tenni, hogy a 4.-5. vadásznapon, ami még szintén tánott volt fönt a Nagyhegyen, kaptam én is, és az egyik vadász, erdész barátom előjáróság, ő megkapta az arany Hubertus érdemrendet, én megkaptam az ezüst érdemrendet. Abból kifolyólag, hogy a szlovák-magyar vadászati kapcsolatokat
vezettük, ápoltuk, bővítettük, gyarapodtuk, igyekeztünk úgy rendezni, szervezni az akciónkat, hogy tulajdonképpen ez képviselje ne csak a vadászatot, de inkább a vadászok érdekeit, a barátkozást, a vadászkultúrát, tehát mind azokat a dolgokat, ami nem csak a lövészettel, a vadnak a lelövésével, levadásztásával jár, hanem annak a különleges, belsőséges emberi művoltának az értékelésével van egybevetve ezeken a rendezvényeken is, meg magában a vadászatban is, mert hát úgy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, elsőrangú feladatunk a vadvédelem, vadnevelés, és majd csak utána jön az aratás, az úgynevezett vadászat. A Péterek csapatával sem első alkalommal találkozhattunk a gasztronómiai eseményen, és ahogy megszokhattuk tőlük, idén is több különleges hal és vadételt készítettek. Talán ez az egyetlen olyan rendezvény, ahol ennyi ismerőssel, baráttal összefuthatunk. Találkozhatunk. Megvendégelhetjük őket, és jól érezzük magunkat együtt. És el kell, hogy mondjam, hogy minden alkalommal el szoktam mondani, hogy talán egy kis túlzással nélkülünk valószínűleg nem rendezhetik meg ezt a versenyt, reméljük, de hát mi mindig itt leszünk, hogy mindig meg fogják rendezni. Nagyon sok gasztronómiai rendezvény van, akár itt a hegy közre gondolok, Bodrog közbe. Ez a vadételfőző miben különbözik szerintetek a többitől? Hát legfőképp én úgy gondolom, hogy abban, hogy itt a helyi, mondhatom így, üzlettársak, barátok, ismerősök össze tudnak jobban jönni, ismerik a rendezvényt, hallanak róla, és azt gondolom, hogy várják is. Tehát minden éven júniusban, úgy, mint a gyerekek, mikor véget ér a tanév, és mikor véget ér a tanév, akkor kezdődik a vadételfőzőverseny azon a hétvégén, és mi is ugyanígy várjuk ezt a dolgot, pont ezek miatt, mert én úgy gondolom, aki ide eljön, a 99,9% biztos, hogy jól érzi magát. A versenyszellem mennyire van bennetek nevezés kapcsán, vagy fontos az, amit elmondtál, és inkább erre koncentráltok a közös, együtt töltött napra, időre? Hát természetesen benne van a versenyszellem is a dologban. Szeretünk azért mi is elismerést kapni azért, amit főzünk, vagy amit alkotunk, de természetesen nem ez a fő szempont. Igen, ugye ezt akartam is elmondani, hogy fontos az elismerés természetesen, de a legfőképpen az a legfontosabb, hogy jót főzünk, akik eljönnek hozzánk, jókat tegyenek, akik eljönnek hozzánk, jókat beszélgessenek, és a többi az nem számít. És a többi nem számít. A többi az csak egy ráadás. Habatortán legfeljebb. Az elmúlt 13 év alatt sikerült-e eredményt elérni itt Újhelybe, Széphalomba? Hát hál' Istennek elmondhatom, hogy már zsinórban a harmadik, negyedik éven már ott vagyunk mindig, dobogó közelbe. Mindig van valami, természetesen nem ezért csináljuk, tudjuk jól, de igen, vannak már eredmények. A szerénységünk diktálja, hogy azért nem mondjuk ezt el, de... És akkor így a beszélgetés végén áruljuk azt is rá, hogy mivel készültetek ebben az évben, milyen étel készül. Péter, kezdjed. Hát egy korhely halászlé harcsa szeletekkel, illetve volt egy vaddisznó pörkölt, volt egy vadragú. Így van, mellé. Mellé. A vaddisznó pörkölt az krumplilágossal készült, illetve abban tálaltuk. És azon kívül még egy különlegességként, ha már különlegességnek tudjuk nevezni, egy fűr, vagyis hát fűrjek voltak sütve és különböző töltelékekkel töltve. Tegyünk úgy, mint a főznénk? Igen. Egy újabb ismerős csapat, az Észak-Erdő ZRT hegyközi igazgatóságának tagjai szívesen vesznek részt főzőversenyeken, így a Kossuth kertben a nemzetközi vad- és halétel főzőversenyen is. Legelőször fent voltunk a Magashegyen, első alkalommal megnyertük, és azóta, hogy mondjam szépen, tehát Dafke azért is minden éven eljövünk. Nem azért, mert a főnök mondja, hogy jönni kell, hanem nagyon szeretünk főzni,
családi hangulat, anyukám, szomszédok, sógor, fiam, így szépen sorba. Igaz, ők nem látszanak a képen, de a kollégák még nem értek ide, de gondolom otthon már arra készülnek, hogy mikor ide jönnek, nagyon éhesek lesznek, és rengeteget fognak enni. Az elmúlt évek során hogy sikerült a verseny? Az elsőt megnyerték, azóta milyen sikerek születtek? Voltunk másodikok, harmadikok, meg külön díjasak is. Illetve volt olyan év, mikor úgymond a saját szórakozásunkra eljöttünk, főztünk, nagyon jól éreztük magunkat, baráti, családi körbe, és nem értünk el helyezést, de ez minket nem tántorít el. A rohanunk mindennapokban fontosak azok az események, amikor így összegyűlnek, leülnek, megállnak egy picit? Ez természetes dolog, hogy szoktam mondani, ne csak temetésen találkozzunk, hanem mikor ilyen szép napsütéses időben főzhetünk, jól érezzük egymást, illetve egymás társaságába, illetve meg kell nézni a két gyereket, nem a kamera megmutatja. Tavaly óta minden alkalommal merő felsőtárkány valaknak fölemlegették, hogy a Sági Szilárddal van közös képük, ettől több nekünk nem kell. Mi készül, vad pörkölt, ahogy látom, mi a különlegessége esetleg? Ahogy minden éven vaddisznó pörköltet készítünk, különlegesség esetleg annyi, nagy titkot nem árulok el, nem zsírt teszünk alá, hanem szalonnát szoktunk kipirítani, jó tepertőt megesszük reggelire, meg holoházi módra lepcsánkát nagyon szeretjük, tehát az készül még hozzá. A sátoraljó újhelyi polgármesteri hivatal titkárságának munkatársai minden évben jelen voltak a versenyen, ám csapatként először álltak üsthöz, hogy saját készítésű étellel nevezzenek. Most van első alkalommal az, hogy a titkárság részt vesz a rendezvényen. Eddig is kint voltunk, de úgy, mint a testvértelepülés barátainkkal együtt segítve őket és együtt tölteni ezt a csodálatos napot. Most pedig a kollégáimmal együtt, nagy örömmel elindultunk úgy, mint adminok üstközelben, és egy fantasztikus halászlevet sikerült elkészíteni. Nagy szeretettel vártunk és várunk is a továbbiakban mindenkit egy finom halászlé elfogyasztására. Többen vagytok nők a titkárságon, ezáltal gondolom otthonosan is mozogtok a konyhában, de itt szabadtéri körülmények között mennyire szerettek főzni? Igen, úgy voltam vele, hogy bátorítottam a kollégáimat, mivel én elég gyakran főzök otthon halászlevet, és mondtam, hogy itt fogjuk kint szabad tűzön megfőzni, itt passzírozzuk le, úgyhogy hajrá, mindent bele. Egy fiú volt a segítségünkre, de összehoztuk, és szerintem nagyon finom lett. A Városvédő és Szépítő Egyesület tagjai azt mondták, minden évben nagyon várják a rendezvényt. Minden évben nagyon várjuk már ezt a napot, és valóban csapatépítésre is nagyon jó. Szeretünk itt együtt lenni, beszélgetni, kötetlenül, jól érezzük magunkat egész nap, úgyhogy nagyszerű dolog ez szerintem. Hozzátok mennyire állnak közel a vadételek? Ez egy évben egy különleges alkalom. Most meg szeretném említeni, hogy kedves barátaink jóvoltából muflonunk is van, egy kis mufloncombot is kaptunk, és ezúton is köszönöm nekik. Hogyan készült el a muflon? Ugyanúgy, ahogy a vaddisznó, nagyon szépen lehártyáztuk, és egy háromnapos meleg pázban érleltük, és utána ilyen ragúval próbáltuk az ízeket megkeresni. Mennyire nehéz elkészíteni a vadhúst? Mivel imádjuk a gasztronómiát, és én imádok főzni, egyáltalán nem jelent kihívás szerintem. Nagyon sok minden videót is megnéztem egy ügyben, és szerintem nem volt nehéz. Nekem egy kicsit a nomád körülmények jelentenek gondot, de otthon nagyon jól elő tudunk készülni. Mennyire kell alkalmazkodni a külső körülményekhez? Ugye nincs otthon az asztal, a szekrény, amiben ilyen edény van, olyan edény van, éppen oda nyúl az ember, ami kell.
mennyire nehéz felkészülni egy ilyen külső helyszínes versenyre? Hát anyagilag egy kicsit nehezebb, de a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Gyula bácsi, akit innen is puszilunk, üdvözlünk, mindenben segített anyagilag, és nagyon sok mindent megtett értünk. Nagyon szeretjük, és reméljük, ő is nagyon szeret minket. Főzőversenyen idén is részt vettek Sátoraljaújhely testvér településeinek képviselői. Erdélyből a Sóváradi Vadásztársaság tagjai főztek, és ahogy az erdélyi vadászoktól elvárható, ebben az esztendőben medvehúst készítettek. 4-5 évvel ezelőtt egy medvepörköltet készítettünk, azóta más egyebeket hozogattunk minden évben a változatosság kedvéért, de mindig megkérdezték, hogy mit hoztatok, akkor azt mondtuk, hogy zergét, azt másat, másikében, nem medvét, na most újra medvét hoztunk, ebből lesz egy medve pörkölt, puliszkával, ez kukoricadarából készített, inkább román jellegzetes étel, egy dióveles dísztelt vöröskáposztával, persze egy szamóca, erdei szamóca dekorral. Reméljük, hogy ízleni fog a társaság, akiknek kóstolja is. Hát ez lenne, ez a mostani különlegesség, amit hoztunk. Minden évben itt vannak a rendezvényen, de nem csak a rendezvényre, a főzőversenyre jönnek ide Sátoraljaújhelyre, hanem ha alkalom nyílik rá, különböző más kulturális programokra, és önök is vendégül látják évente az új helyeket. Ez a kapcsolat miért fontos önöknek? Mennyire erősíti meg a sóváradiakat, de főleg azokat a gyerekeket, akik mondjuk eljönnek ide táborozni a magyarságukba, hiszen a felnőttekben már ott van ez. Hát ez így van, nyilván a gyerekeknek nagyon-nagyon fontos ez a szoros kapcsolat, amit együtt tápolunk, mert hát ugye a gyerekeink most már azt az időszakot érjük, pláne ebbe a rohanó világba, meg ebbe a full elektronikába, ugye, hogy hagyományainkat, kultúránkat, vidék kultúráit megismerni kölcsönösen, tovább ápolni, fenntartani mindenképpen fontos, nagyon fontos, mert csak így tud fennmaradni ez a mi nemzetünk, kultúránk, ami nagyon-nagyon szép, bármelyik részén él a világon magyar, ez a kultúra, ez csak így tud fennmaradni, és az egész magyarság. Ha jól tudom, szinte már vagy 10 éve körülbelül testvér települése Sóvárad, Sátoraljaújhelynek. Az elmúlt évektől mit kapott a település, mit kaptak önök, akik ide járnak, mit kapnak azok a fiatalok, akik ide jönnek? Hát nagyon-nagyon sok mindent kapott a település, kaptak a fiatalok. Hadd ne beszéljünk arról, hogy most nem is olyan rég Sátoraljaújhely előjárósága látogatta meg Sóvárad településünket. Nagyon-nagyon sok hasznos dolgot, segélyt kaptak gyerekek, a kisiskolások, meg a középiskolások, ami nagyon sokat segít, mert ugye vannak még azért olyan családok, akik nem tudnak bizonyos dolgokat, talán még a tanszereket sem megengedni gyerekeinek megvenni, mert akkor utána már lehet, hogy éppen megvonódik a kenyér árából egy pici. Amúgy más egyéb dolgot is, szóval mindent olyan dolgot, ami nagyon hasznos volt a település, és hasznos a település számára. Ezután is köszönjük szépen a Sátoraljaújhelynek, Sátoraljaújhely előjáróságának ezt a segítséget, meg ezt persze a bátorítást is, amúgy szellemileg is, mert az is fontosat jelent, azt, hogy lelkileg is bátorítani, meg fenntartani ezt a picin csapatot. Pont ez lett volna kérdésem, hogy az anyaországban élők segítségére, nem is segítségére, erről a lelki támogatás, amiről ön is beszélt, mennyire van szükség önöknek, a gyerekeknek, hogy megőrizzék, megmaradjanak magyarságukban? Hát erre szerintem csak két szót lehet mondani, és azt úgy, hogy nagyon-nagyon.
szükség van, mert tényleg csak így maradhatunk fenn magyarságunkban. És ebben az anyaország, és még egyszer hangsúlyozom, a térség ide, ahol járunk, testvértelepülés, Sátoraljaújhely, nagyon nagy erőt ad, nagyon nagy segítséget ad, lelkileg, szellemileg, anyagilag, mindenféleképpen. Sátoraljaújhely legközelebb található testvértelepülése Borsi. A felvidéki falut a II. Rákóczi Ferenc polgári társulás és a Csemadok helyi szervezete képviselte. Minden igyekezetet ugye megpróbáltunk latba vetni, hogy ez így sikerüljön, ahogy minden éven sikerült. És szoktuk mondani, hogy mint a múlt éven is ugye egy külön díjat kaptunk. Tehát már nem volt annyi díj, egy külön díjat kellett, hogy aztán kreáljanak nekünk, azért mert olyan szép volt az a füstölcsülkös káposzta, töltött káposzta, tehát ezt egy kicsikét úgy veszük ugye a barátsággal. Most pedig egy másik valamilyen különlegességgel próbáltak a lányaink kedveskedni. Titkos recept szerint készült őszpecsenye, muskátlival fűszerezve, mivel a muskáti csoport főzte, fűszerezte, és knédit szolgálunk fel hozzá, mégpedig páránfőt, knédit és zsemlemorzsás krémét. Mi kell ahhoz, hogy igazán ízletes étel készülhessen egy vadhúsból? A vadhúst beszoktuk előtte pácolni, hogy az a hús felszívja azokat a mindenféle jó ízeket. Ön pedig egy töltött halat tart a kezében, ez hogyan készült el? Zöldség ágyon, megtöltve zöldséggel, és elkészítve így. Önök számára miért fontos ez a rendezvény? Elnök urat hallhattuk, hogy szeretnek ide járni, de önök? Nagyon szeretünk, hisz a régi barátokkal már itt találkozunk, a erdélyiekkel, akik eljönnek, magyar barátainkkal. Sokkal, csak ilyenkor egy éven egyszer találkozunk, és ez nagyon jó itt, a hangulat mindent megér. Azért sokkal szerencsésebbek önök abból a szempontból, hogy Borsi itt van a szomszédunkban, mint mondjuk az erdélyiek vagy az óvecseiek. Ez a új hely és Borsi kapcsolata, az mit jelent önöknek? Hát a magyarságunkat. Magyarságunkat, hisz mi is ugyanúgy magyarul beszélünk. Magyar tudatunkat ezzel ápoljuk, igyekezzünk. Sajnos Borsiban már nincsen magyar nyelvű általános iskola, de önök hogyan tudják a gyerekeket, unokákat magyarságra nevelni? Hát csak úgy, hogyha a nagyszülőkkel még, akik odahaza vannak, azok még úgy, ahogy megtanulnak beszélni magyarul, de hát ugye már többnyire lassan elfelejtnek a kis óvodába is már csak szlovákul, de azért igyekezzünk, hogy a gyerekek tudjanak magyarul. Vajdaságból az Óbecse községért polgári csoport érkezett. Vezetőjük szerint Óbecse és Sátoraljaújhely kapcsolata segít megőrizni a délvidéki magyarság nemzettudatát. Óbecsének három testvérvárosa van Magyarországon, Szekszár, Csongrád és Sátoraljaújhely, ez mellett Csíkszereda és Galánta Szlovákiában, és mondhatom azt, hogy legfiatalabb testvérvárosunk pont Sátoraljaújhely, viszont az a kapcsolatrendszer, ami kialakult Sátoraljaújhellyel elsősorban köszönve Teli polgármester úrnak és csapatának, túlmutat a többi, már több évtizedes testvérvárosi kapcsolatokon, például Szekszárdal vagy Csongráddal, és mondhatom azt, hogy elsősorban olyan területeken alakult ki ez a kapcsolat, ami nekünk nagyon fontos, ez a hagyományápolás, tehát a gyermekek, a ott fölnevő generációknak a hagyományápolás, a magyar történelem, magyar nyelv, kultúra ápolás, ez a több ilyen országos, illetve évi szintű itteni táborozások alkalmával került kifejezésre. Volt év, amikor 150-200 ottani diák, illetve résztvevő volt vendége Sátoraljaújhelynek, úgy kultúrműsorok, úgy különböző versenyek, vagy pedig egyszerűen csak a barátkozás szintjén. Mindenféleképp erősíti ezt a kapcsolatot az anyaországgal, attól eltekintve, hogy 540 kilométerre vagyunk ide. Nekünk ez mindig egy olyan érzés, hogy hazajövünk, otthonról haza, ahogy szokták mondani, és örülünk, amikor jövünk, és kicsit szomorkodunk, amikor megyünk, mert várjuk az új alkalmat, hogy találkozzunk, és ez nem egyértelműen mindig csak itt Sátoraljaújhelyen, hanem szívesen látjuk a képviseletet, tehát a Sátoraljaújhelyi város képviseletét nálunk is Óbecsén. Pont az előbb váltottunk néhány szót a csapat egyik tagjával, hogy még talán két hete sincs, hogy találkoztunk utoljára, hiszen itt voltak idén is a gyermekek a 8 ország egy nemzettáborban. Ez a tábor mit tud adni a gyermekeknek? Tulajdonképpen ez az, amiről én
egy fél mondatot mondtam az előbb, hogy olyan értékeket csillant föl előttük, és tulajdonképpen hát tanulnak meg itt a gyerekek, amelyekre otthon vagy nincs alkalom, vagy csak részbe tudnak szertenni. Ez pedig az a tudat, hogy ennyi országban élnek magyarok, és milyennek az eredete, milyennek a története. Egyrészről, másrészről pedig megismerkednek egymással is ezek a kapcsolatok. Én személyesen tudom, hogy már több évre visszamenőleg személyes kapcsolatokká váltak, és ami gazdagítja az embert, úgy lélekbe, úgy testbe, úgy pedig esetek egy ilyen világlátási szempontból nagyon fontos, mert úgy gondolom, hogy a nemzet tudat minden nemzet felnövekvő generációjának igen fontos, hogy tudja, hogy honnan jöttek, hol vannak és hova tartanak. Ehhez ez a tábor egyértelműen hozzájárul, és örülök annak, hogy jó pár éven keresztül rengeteg ottani diák vett részt. Tekintettel vagyunk arra, hogy új gyerekeket küldjünk, hogy mindenki, illetve egyre többen ismerjék meg ezt a történetet, és most hallottam a kollégámtól, hogy visszafelé sírdogálás is volt a kis buszba, mert hát sajnálták itt hagyni ezt a szép történetet. Ez a főzőverseny picit másabb, hiszen itt most nyilván a kultúra, mint gasztronómia jelen van, de kicsit másabb jellegű esemény. Ez mennyire erősíti meg önöket, az itt lévő magyarokat, hiszen nem csak Óbecséről, itt vannak Sóváradról, itt vannak Borsiból, Felvidékről. Ezek a kapcsolatok hogyan fonódnak össze ezen a rendezvényen? Mondhatom ugyanazt, mint ez a tábor, amiről szó volt, csak felnőtt kiadásba, úgyhogy egyértelműen nekünk már az a történelem tudatra nincs szükségünk, mert tudjuk a történelmet, viszont rendkívüli fontos dolog, találkozunk, beszélgetünk, és ilyen esetekben jövünk rá arra, hogy bizony a problémáink is nagyon-nagyon hasonlóak, közösek, főleg a külhoni magyarok tekintetében, attól eltekintve, hogy az ország uniós tag ország, vagy pedig nem. Valahogy úgy gondolom, hogy a kisebbségi sors mindenhol egy kicsikét kesernyi és keserű, illetve egy irányba mutató, ami a problémákat illeti. És megbeszéljük, megtárgyaljuk, régi ismerősökként üdvözlők egymást, és valahogy úgy van, hogy egy év után ott folytatjuk, ahol tavaly megálltunk. A zempléni város a közelmúltban vette fel a kapcsolatot a szlovéniai Lendvával. Először a 8 ország egy nemzettáborban jártak a lendvaiak, a hal és vadétel főző versenyen pedig a helyi vadásztársaság vezetője vett részt. Valami mindig a kultúrával kezdődik, és a nejem Lendván vezeti a Magyar Kulturális Intézményt, és két héttel ezelőtt itt volt ezen a tájon, és megbeszélték, hogy ha van-e valaki Szlovéniából, aki vadászként el tudna jönni erre a rendezvényre, és mivel hogy én töltöm be most jelenleg a vadásztársulatban az elnöki posztot, így nem volt nehéz találni olyat, aki el tudna jönni, és én szeretettel jöttem el, hisz már sok időben telt az, hogy én kezdeményeztem már az, hogy a Magyar Vadászkamarának lenne egy külön szekciója, ahol a külhoni magyar társvadászokat befogadná, és legalább évente kétszer-háromszor találkoznánk, és a tegnapi beszédemben is mondtam, hogy kezdeményez a Sátoraljaújhelyi város, önkormányzat, a polgármester, lehet, hogy erősebb és könnyebben meg tudják tenni, mi pedig szívesen fogunk jönni. Önöknek mekkora felelősségük van abban, hogy Szlovéniában megmaradjon a magyarság? Hát igen, nekünk nagy felelősségünk van, és meg akarjuk azt tartani, hogy a vadászatban is megmaradjon a magyar kultúra, a vadászkultúra, a magyar szó, de el kell mondanom, hogy ha nem fogunk össze, akkor mindig kevesebben vagyunk, fogyunk. A gyermekeink tudják a magyar nyelvet, de mint tudják, hogy a fiatalok nem nagyon mennek ebben a vizekbe, a vadászvizekbe. El kell mondanom, a mi társulatunkban van sok fiatal, és ez egy pozitívum, de össze kell fognunk, és akkor így megmaradunk. A vadászaton túl milyen lehetőségeket látnak Újhely és Lendva kapcsolatában? Én azt gondolom, hogy elsősorban a vadászat, mint vadászat egy kultúra, megismerjük az embereket, akkor ott van a második, a kultúra, hogy a gazdaság terén milyen lehetőségek vannak, azt majd elmondják azok, akik ebben dolgoznak. Én is a gazdasági szférába forgulódok, de tudjuk, hogy nagyon sok kamion, nagyon sok vállalkozó nem is tudja, hogy pont Lendván megy keresztül, akkor, mikor Szegi Szlovéniát mennek az Európába, mennek Olaszországba, mennek Spanyolországba, Franciaországba, és lehet, hogy meg kéne csak állani Lendván, van kiterelő út, vannak parkolóhelyek, és megismerik az emberek egymást, és eljön a kapcsolat. Vadászemberként mit szól az
itteni versenyhez, a Nemzetközi Vad és Haléttel főző versenyhez? Én azt mondom, hogy nagyon örülök neki, hogy megláthatom, hisz lehet, hogy nem tudják önök, Lendva az európai bográcsfőzés fővárosa, és nálunk minden éven több mint 150 csapat mérkőzik meg ősszel bográcsgulyásba, és vannak olyanok is természetesen, aki vadhúsból csinálják a bográcsot, hisz a bogrács összetétele az kétfajta, azt mondom, hogy házi hús és egyfajta vadhús. Most mit választanak a versenyzők, az pedig az ő titkuk. Több szót ejtettünk már a vadásztársaságokról, de akkor mutassuk be azt, hogy milyen területen vadásznak, hogy önöknek milyen vadak jellemzőek. Hát természetesen mi, hogy leszakadtunk, de az ala az ott maradott, nekünk az alai vadunk van, nagy vadas terület, szarvas, őz, vaddisznóállomány, van apró vadank is, és 2200 hektáron gazdálkodunk. El kell mondani, az utóbbi időben az autópálya képítése kettiszegte a területet, de nem csinált bent sok kárt, hisz megcsináltuk azokat az átjárókat, hogy a vadnak megvan a helye, és én mindig azt mondom, hogy a vad volt az legokosabb, a sose tudta határokat, és nem is tudja, mi az az útlevél. A csapattagok mellett azok is találhattak maguknak kedvükre való programot, akik kilátogattak a rendezvényre, hiszen gólyalábasok, tévésztárok, énekesek, zenekarok szórakoztatták a nap folyamán a jelenlévőket. Udvarában bárki megkóstolhatta a főzőversenyen készült gasztronómiai remekműveket, illetve kézművesek, vásárosok kínálták portékáikat. Hoztam kaspókat, különböző kaspókat, virágtartókat, káposztafőzőedényeket, csirkesütőedényeket, ezen kívül vannak különböző kézműves termékek, amit fából készítettek kint Erdélybe, és hoztam még különleges paradicsót, amit a paradicsombányából bányáztak. Miért tartottad azt fontosnak, hogy itt Sátoraljaújhelyben ilyen termékek értékesítésébe kezdjél? Sátoraljaújhelyben nagyon nagy kapcsolata van az erdélyekkel, és azért tartottam fontosnak, mert ilyen nincsen Sátoraljaújhelyben, de még a környéken sem, és azért gondoltam, hogy a vállalkozásomat fellendítem erdélyi termékek árusításával. Mennyire nehéz számodra hozzájutni az erdélyi termékekhez? Hát nehéz, mert nagyon messze van, tehát 10 órás út, meg 1000 kilométer, de megéri, mert nagyon különleges termékeket tudok hozni, és nagy örömmel fogadják az itteni lakosok. Mekkora a kereslet irántuk? Mit keresnek leginkább az itt élők? A különlegesnek tartják a sót, a paradicsót, és ezeket a kerámiánkat is nagyon keresik. A paradicsónak mi a különlegessége? Miért jó? Azért jó, mert gyógyító hatása van, és 100%-os sótartalmaz, tehát nincs benne semmilyen adalékanyag, és különböző betegségekre is alkalmas és gyógyító hatása van. A rendezvény fővédnöke, ahogy korábban mindig, Bárándi Péter ügyvéd, az Országos Magyar Vadászkamara Etikai Bizottságának elnöke volt.
Az etika az egy szabályrendszer, amit egy közösség hoz létre a saját védelmében. Ilyen a vadász etikának a rendszere is. A közösséget pedig állandóan meg kell újítani, és a közösség állandóan jelen kell, hogy legyen. Ezek az események, és most beszéljünk erről, ami tényleg 14-szer itt nagyon szépen fejlődve jelen van, ezek az események azok, amik az etikai, ha úgy tetszik, normarendszer bázisát adó közösséget létrehozzák, fenntartják. Tehát magam részéről nagyon fontosnak, kiemelten fontosnak találom, hogy ilyen versenyek, ilyen együttlétek legyenek. És ha már beszélünk mégis az etikáról, akkor azt az örömömet hadd mondjam el, hogy úgy tűnik, hogy egy jogszabálymódosítás alapján a vadászkamarai tagság kötelező lesz, és ha kötelező lesz, akkor az etikai szabályok minden vadászra kötelezően vonatkoznak, ami talán még jobbá fogja tenni ezt a közösséget, még stabilabbá az egyövé tartozást. A vadételeket mindig is egy homály fette, hogy azok jellemzően a vadászok kiváltságai, ők készítik, de hogyha megnézzük, most már egyre több étterem készít vadételeket, és itt ha körülnézünk a csapatok között, intézmények, civil szervezetek is bekapcsolódtak a vadételfőző versenybe. Fontos az, hogy ezek az események népszerűsítsék a vadételeket? Igen, és meg is van oka ennek a folyamatnak, amit vázolt. Az egyik az, hogy Magyarország minden eddig elképzeltnél gazdagabbá vált vadban. Nagy vadban azt lehet mondani, hogy egy jelentős tényező vagyunk Európában, és a nyersanyagot mindenképpen ez biztosítja. És ez a nyersanyag, ez kiemelkedően jó, hiszen ezek az állatok, ezek tényleg azt fogyasztják, amit a természet ad. Nem azt, amit mi adunk, esetleg kemikáliával kezelten, fertőzötten, tehát sokkal értékesebb alapanyagot ad. Ezt a gasztronómia felismerte, amely gasztronómia szintén ma Magyarországon, azt lehet mondani, hogy nem csak a csúcsokon, hanem az egész éttermi spektrumot és a civilséget is átfogja. A két folyamat egyesült, ez hozta létre azt, amit említett a kérdésében, hogy igen, ma már nem a vadászoknak, nem csak nekünk kiemelt élvezeti cikkünk a vadhús, hanem az esetleg le fog szivárogni még a közétkeztetés szintjére is néha-néha. Ez nagyon helyes. Egészségesebb, jobb, gazdagabb lesz tőle a magyar konyha. Milyen okok, milyen folyamatok vezettek el odáig, hogy Magyarország, hogy így fogalmazzak, vadnagyhatalom lett? Ezt az Isten adta, szóval alapvetően ugye ez bármilyen pici ez az ország, de a vad szempontjából minden megtalálható, és nagyon különböző, nem nagy, de nagyon különböző kis területeink vannak, amelyek különböző vadak eltartására alkalmasak. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a magyar vadgazdálkodás és vadászati kultúra az a német-osztrák vadászati kultúra szabályait viszi tovább, és azt lehet mondani, én nem akarok másokat bántani, de a vad szempontjából ez a kultúra az, ami talán a legjobb, a legfejlettebb és a legjobban odaforduló a természet értékeinek megőrzésére. Ez a kultúra még a szocializmus idejében is jelen volt az országban. Azok a nagy állami és honvédelmi gazdaságok, amelyek uralták akkor a vadászatot, tovább örökítették a vadászati kultúrát, és ha ezt néhány lila lelkű természetvédő nem is ismeri el, de a természetvédelem kultúráját is. Tehát nálunk ez nem szakadt meg. Nagyon sok országban igen,
és ezt lehetett azután a rendszerváltozás után tovább vinni. Tehát itt ez a történelmi folyamat, kultúrának ez a megtartottsága, ez elősegíti azt, hogy vadban ilyen gazdagok vagyunk, és hogy a vadászati lehetőségekben is ilyen gazdagok vagyunk. Nem csak a mennyiség, hanem a minőség is fontos, gondolom én így van ez a vadállományban is, de a vadásztársadalomnak, a vadásztársaságoknak mekkora felelőssége van abban, hogy erdeinkben egészséges állatok éljenek? Óriási felelőssége van, ám ezt megint el szokták felejteni, akik képzetlenül természetvédők, hogy a legősibb természetvédő az a vadász, hiszen a vadász az, aki figyeli a természet változásait, figyeli azon belül a vadállomány változásait, gondoskodik a téli hidegben arról, hogy legyen ennivaló a vadnak, a nyári tikkasztó hőségben arról, hogy vízzel el legyen látva, és ez nyilván a vadállománynak a megőrzéséhez és javításához elegendő. És akkor van az a sokat vitatott része a vadászati életnek, hogy szelektálunk. Igen, lelövünk vadakat, és ebben törekszünk arra, hogy azokat iktassuk ki, azokat a vadakat, egy-két ünnepi eseménytől eltekintve, amelyeknek a további szaporodása nem annyira kívánatos, mint a másiké. És erről azt feltételezzük némi tudományos alappal is, hogy igen, ez a magatartás, ez is javítani képes a vadállománynak a minőségét. A hal és vadétel főző verseny a térség legnagyobb gasztronómiai eseménye, egyben Sátoraljaújhely legmeghatározóbb programja. A város polgármestere szerint a siker titka a szép környezet, a főzés öröme, a jó hangulat és a jó közösségek. 14 éve nagyon sok olyan csapat van és visszajáró meghívott vendég, akinek fontos, hogy ezen a napon itt legyen. Ennek oka van. És ez nem csak az ételről szól, meg az italról szól és a főzésről, hanem arról, hogy jó együtt lenni, jó beszélgetni egyet, hogy ezen a napon csak mosolygós emberek vannak, és nekünk ez fontos. Ráadásul ne tagadjuk azt sem, hogy az idegenforgalom egy nagyon fontos része is a gasztronómia, és Zemplén, Tokajhegye a legnagyobb gasztronómiai rendezvénye az, ahol most vagyunk, 102 csapattal, és szerintem 5-6 ezer emberrel. Ez magáért beszél. Amikor elindították ezt az eseményt, mi vezérelte a város önkormányzatát? Ugye most már lassan a 15. jubileumi rendezvényre készülünk, és mi a megtartó elő, mit lát ebben a rendezvényben, ami plusz a többi főzőversenyhez képest, ami a térségben van mondjuk? Amikor a legelső alkalommal 14 évvel ezelőtt még a Magashegyen megrendezésre került a program, akkor azt mondtuk, hogy vajon mi lehet az, ami főzésben, sütésben Zemplénre jelentő. Ez a vad, nem vitás. Ebből indultunk ki. Aztán bővült vad és halétel főző, sőt először pörkölt főzőverseny volt. Most már kiteljesített a történet, ezzel még inkább megnöveltük az érdeklődést. Most már nagyon sok verseny van az országban, 100 fölött van, hiszen mindenki úgy gondolkozik, ahogy annak idején mi. De ez a verseny, ez beékelődött az embereknek az emlékébe, és fontosnak tartják, hogy eljönnek, mert ennek tradíciói és hagyományai vannak. Egy nagyon jó a közösség. Tehát azt mondom, hogy a ünnepségen, megnyitom, szinte mindig ugyanazok vannak, és ez nem baj, hanem ez azt jelzi, hogy fontos. Tehát új helybe jönni, szép halomba jönni egy vadételfőző versenyre, az kötelesség, az tradíció, az fontos, az trendi, ahogy mondják manapság. Itt kell lenni, mert hogy olyan programok vannak, olyan emberek vannak, olyan csapatok vannak, olyan vadásztársaságok vannak, akik úgy általában mindenhol nincsenek ott. Ez egy nagyon nagy lehetőség. Egyébként üzleti megbeszélésektől kezdve minden megtörténik itt, ami szintén akár a munka szempontjából sem mindegy.
A várva várt pillanat délután 5 órakor érkezett el, amikor is kihirdették a főzőverseny eredményeit, a gasztronómiai fogásokat a Rudolf Mihály Oscar díjas mesterszakács vezette zsűri értékelte, melynek munkájába idén Nádas György, humorista, színész, énekes is bekapcsolódott. Komolyan mondom, hogy a zsűri nagyon nehéz helyzetben volt, és én ennyi vizet nem ittam még soha ételhez, mert ugye kicsit egyformák, hiszen vadak, illetve halak, de mindennyitek volt valami egyéni zamata. Én azt hiszem, hogy nem annyira a versenyen van itt a lényeg, hanem itt egy nagyszerű közösség jött össze. Irgalmatlanul jó hangulat van, és hát remek mesterszakácsokkal zsűrizhettem együtt. Én az egészet egy olyan nagy 100-as pontra értékelem a rendezvényt. Gondolom nem az első ilyen gasztronómiai esemény, amin részt vesz. Milyen szerep jut ön szerint a vad és hal étel főzőversenyeknek, hiszen tudjuk, hogy most már szinte minden héten van a nyár folyamán egy-egy ilyen főzőverseny. Én nagyon nagy patronusa vagyok a vadételeknek, és én bevezetném még a közétkeztetésbe is, hogy legtisztább hús, hát őt nem lehet etetni olyannal, ami nem igazi táplálék, és én nagyon-nagyon szeretem a vadételeket, és hál' Istennek egyre több helyre hívnak, picit értek is hozzá, de annak nagyon örültem, hogy a zsűri összes tagjával közel egy pontot adtunk bizonyos dolgokra. A konyhában is otthonosan mozog, mik a kedvenc ételek, vadételek, hogyan szereti őket elkészíteni? Hát vadpörkölt, vaddisznó vagy őz pörkölt egyik kedvencem. És hát ugye az a lényeg, hogy amikor a végén hűl, akkor a kanál megálljon benne. Szóval azt a szaftosságot, azt a sűrűséget el kell találni, és ne legyen zsíros a vadétel, hiszen a vad nem zsíros. Azt ugyan tapasztalja, hogy mennyire népszerű a vad. Nagyon sokan esznek húst, de mennyire ismerik a vadhúst, mennyire elterjedt most már? Igen, ez egy érdekes dolog, hogy azt mondják, hogy vad, és akkor megrettennek emberek, ugyanakkor megeszik a, hát, a moslékon nevelt sertést, mert nem tudják, nem néznek utána, hogy az miből áll össze az ő tápláléka. A vad pedig a vadon a legtisztábbat teszi, mint már mondtam. Tehát nagyon-nagyon rábeszélnék mindenkit, hogy tessék minél több vadat fogyasztani, mert a legfinomabb és a legegészségesebb. A zsűri, ahogy a korábbi években, úgy most is 5 kategóriában hirdetett eredményt. Az amatőrök versenyét Archie Befan Kft. Nyerte, szarvas szűzérmék, ahogy én szeretem elnevezésű ételével. A vadász kategória első helyezettje a Nyíregyházi Vasas Vadásztársaság lett, melynek tagjai vadszárnyasokat készítettek töltve. Halétel kategóriában a második Rákóczi Ferenc Polgári Társulás étele lett a legízletesebb, akik töltött csukát készítettek borsi módra. Történelmi kategóriában a Péterek faszénen sütött gombával, mozzarellával töltött fűrje lett az első, míg a szakács kategóriában az abaújkéri kuktáknak a tűzdelt szarvas bélszín hozta meg az első helyezést.